Üdvözlöm a kedves nézőinket! Önök a Ladány Televízió friss magazin műsorát látják. Köszönjük, hogy ez alkalommal is minket választottak. Nézzük röviden, mi mindenről lesz szó mai adásunkban. Poloska invázió. Utána jártunk, mit tehetünk a lakásba beszabaduló rovarok ellen. Sikeres évet zárt a Start Minta program. Térségi idősek napja. A Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ idén is megrendezte a térségi idősek napját. Látássérültek világnapja. A Fehérbot napja alkalmából tartott rendezvényt a Látássérültek Püspökladányi szervezete. Hol volt, hol nem volt. Népmese napja az Erős Lajos Református Általános Iskolában. Méhész találkozó. A Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesülete idén is szakmai találkozót szervezett a Farkas-szigetben. Függőségek. Az alkoholizmus kapcsán megdöbbentő adatok derültek ki az Egészségügyi Világszervezet kutatásából. Sáréti örökségünk. Sorozatunk mai epizódjában a Bajomi Vár legendájának nyomában járunk. Őszi smink. Sminkelési gyakorlat hölgyeknek. Bemutatjuk a highlighterek használatát. Sporthét, a város legfrissebb sporthírei, megyei tükör, a térség és a megye híreivel. Kommentár nélküli rovatunkban ezúttal a térségi idősek napján készült felvételeinket tekinthetik meg. Az utóbbi hetekben szinte csak egy hétig érezhettük meg az évszaknak megfelelő hidegebb napokat. A nyárias időjárás okán a rovarok, köztük a poloskák is felélénkültek. Hogy mit tehetünk a lakásba bejutó rovarokkal szemben, arról Kis János bogármérnök beszélt a Ladány Televíziónak. Jöjjenek a részletek! A meleg őszi napoknak köszönhetően mezei poloskák tömegei sütkéreznek a napon, a szúnyoghálókon, rosszabb esetben, ha beszabadulnak a lakásba, a függönyökön. Ez a rovar nem veszélyes az emberre, viszont nagyon büdös. A rovarírtás azzal kezdődik, hogy mechanikusan próbáljuk elszigetelni a lakásunkat attól, hogy a kis betolakozók bejussanak oda. Tudtuk meg Kis János bogármérnöktől. Nehéz ellene bármit is rovarítás szempontjából tenni, tehát én azt gondolom erről, hogy aki poloskát elmegy írtani, az szakmailag helytelen dolgot tesz. Pontosan azért, mert nagyon-nagyon függ attól, hogy éppen milyen hőmérséklet van a számuk, tehát mit tudom én, ezekre a napsütött oldalakra kiülnek melegedni, mert az ő keringésük olyan, hogy az függ attól, hogy milyen a hőmérséklet. És egy olyan rovart, ami bármikor számolatlanul ugyanarra a felületre visszarepül, azt nagyon-nagyon nehéz ellene védekezni. Klasszikusan a rovarírtás és a rágcsálőírtás is mechanikus szigeteléssel kezdődik. Ez azt jelenti, hogy nem hagyom, hogy bejöjjön. Ez jelenti mondjuk egy lakásban a szúnyoghálót, vagy bármilyen olyan szerkezetet, ami nem tud átjönni. Na most a szúnyogháló sem tudja a funkcióját ellátni akkor, hogyha rosszul van illetve az ablakhoz. Mert hogy ugye a szúnyogháló azért szúnyogháló, mert a szúnyog az nem repül le a felületre, és nem mászik tovább, de például ez a rovar, hogyha rámegy a szúnyogháló, leesik a párkányra, és hogyha ott van hely, akkor az illesztés, rossz illesztés mellett simán be tud mászni. Ugyanígy be tudnak mászni a katicabogarak, meg a harlekin katicák is. Tehát onnantól kezdve ezek már csak akkor védenek, hogyha profi módon vannak feltéve. A mezei poloskáknak pontosan a rossz szaguk miatt nincs természetes ellenségük, ezért tudnak ilyen mértékben elszaporodni. Ezek nagyon büdös állatok, ezért nincs semmiféle olyan hasznos szerkezet, gondolnék a madarakra, aki mondjuk írtaná őket. Pont azért, mert amikor hozzáérnek, akkor ezt az erős illatot védekezésre használja. Na most, ahogy mit tudunk tenni, ha mégis bejöttek? Hát én azt javaslom, hogy nem szabad kézzel hozzányúlni, mert olyan illatot termelnek és árasztanak magukból, amit órákon keresztül nem lehet lemosni az embernek a bőréről. Tehát csak valamivel, mondjuk akár papírzsebkendővel, és én azt gondolom, hogy én nem tenném a szemetesbe, inkább a vécén húznám le.
Ha valaki nem szeretne még zsebkendővel sem hozzájuk érni, más megoldásokat is bevethet ellenük. Ha valami bejött, azt az ellen két dolgot lehet tenni. Vannak hengeres olyan védőeszközök, amikben védőgáz van, ez különböző cégeknek a termékei. Ezeknek az a baja, hogy nagyon hajtógázuk nagyon büdös lehet, és akkor ugyan ez egyik büdösség helyett a másik fog elterjedni a lakásban. És vannak műanyag szórófejes termékek, ugye nagyon sokfélt lehet ezekből is vásárolni, és akkor ezekkel le lehet fújni ezeket a látokat, ha valaki nem akar hozzányúlni, és akkor mit tudom, perceken belül megdöglenek. Olyan szinten lehet még prevenciót csinálni, hogy az ember kinyitja az ablakát, vagy az ajtaját, hogyha olyan szituáció van, és akkor az élét fújja meg ezekkel az anyagokkal, amik tartós hatásúak, és egy idő után, tehát az érintkezőket, azokat meg fogja mérgezni. Na most általában azokon a helyeken, ahol rosszabbak a szigetelések, ott ugye kiáramló hő van, és a kiáramló hővel szemben ezek az állatok beülnek ezekbe a résekbe, és amikor a gyanútlanul kinyitja a bent lakó az ablakot, akkor ezek behullanak. Normál esetben ezek zömmel petéjével tele levő nőstények, és nekik egy dolguk lenne, hogy olyan helyre, meleg helyre bújni, ahol át tudják a telet élni, és akkor velük kezdődik a következő populáció. Sokan úgy gondolják, nem érhetnek a poroskákhoz, mert csípnek. De ez nem így van, nyugtatott meg Kis János. Gyakorlatilag a kárt csak a mezőgazdaságban tesznek, mert megszívogatják a növényeket, és akkor ott elszíneződik, nehezen eladható ezután, és csak nyalogató, tehát szívogató szájszerűk van, tehát nem tudnak minket. Egyáltalán csak hát undorító, hogyha rák másznak. Igen, és egyébként miért most van ez az invázió? Most van egy túlszaporulat? Igen. Igen, tehát ha bárki is megfigyelte ezt az évet, akkor az úgy nézett ki, hogy egy ilyen nagyon erős egyhetes fagy után egyhetes meleg, aztán megint egyhetes fagy, az szerintem megtizedelte, ugye aki úgy gondolta, hogy elő lehet jönni, az a második fagyra megfagyott. És nem is ez volt a lényeg, hanem hogy olyan hosszú ideig volt meleg idő, hogy normál esetben, hogyha ezeknek van mondjuk 4 generációjuk egy évben, akkor most lehetett akár 6 is. Tehát ugye a körülmények olyanok voltak, főleg a hőmérsékletiek, hogy akkor minden további nélkül fel tudtak növekedni. Ugyanez megtapasztalható volt a légynél például, akinek, mit tudom én, ha 8 generáció van, akkor most volt 12. Tehát pont azért, mert ugye túl tudták élni, mindent túl tudtak élni. Normál esetben ezek az állatokat, az eső meg a viharos szél az összetöri őket, de hát ilyen sem sok volt az éve. Megoldás tehát a poloska invázióra, a következő hónapokban bekövetkező fagyhosszat, ami elpusztítja a rovarokat. A kedvezőtlen időjárás ellenére sikeres évet zárt városunkban a Start mintaprogram mezőgazdasági program eleme. A betakarított termények mennyiségével és minőségével kapcsolatban Molnár Sándor, a kertészeti terület munkavezetője nyilatkozott televíziónknak. Az elhúzódó tél és a nyári forróság ellenére sikeresnek mondható évet zárt a Start mintaprogram Püspökladányban. A részleteket Molnár Sándor, a kertészeti terület munkavezetője ismertette televíziónknak. A 2018-as évet elég későn tudtuk megkezdeni, mivel a tél kicsúszott, az áprilisi havazás teljesen kitolta az ültetési időszakot. Így tulajdonképpen talajmunkát csak áprilisban tudtunk elkezdeni. A későn jött tavasz miatt zöld borsót már nem lehetett vetni, a vöröshagyma ültetést viszont a megfelelő időben el tudták végezni a programban dolgozók. A közvetlen májusi hőség megszorult a hagyma, és minimális vagy aránylag kevés termés tudtunk belőle produkálni. A burgonyát sikerült elég mélyen elraknunk, ami egész szépen fejlődött, annál is volt problémánk, mert
hiába öntöztük, ennek ellenére a nyári forróságban kevesebb kötődés jött létre, illetve a gumók nagysága, az az igazi nagyságú gumók lettek kicsit, nagyon sok közepes méretű, egy kevesebb a nagyobb méretű burgonyán. Sárgarépa, petrezselymet sajnos azt is időbe elvetettük, már viszonyítva, de a vetés után két napra kaptunk 52 milli esőt, ami teljesen beiszapolta. Próbáltunk utána kellesztő öntözéssel a talajon lágyítani, minimális kelés volt, a májusi meleg meg azt a kelést is szinte megégette, annyira gyenge volt a növény. Sajnos ezt a területet újra föl kellett művelnünk, és más növényel hasznosítottuk. A paprika és a paradicsom termesztése a fólia sátorban történt. Paprika, paradicsom, palánt előállítását itt történt a fólia sátorban. Nagyon jól sikerült a palánt előállítás kiültetése is. Igaz, hogy kellő gondossággal meg fokozott öntözése, de megfelelő mennyiségű termés keletkezett, amelyet úgy mennyiségben, mint minőségben is jó termésnek mondható. Eleve a paradicsommal volt problémánk, mert szerintem az dömping volt paradicsomból, nem tudtuk eladni a paradicsomot, egy részét eladtuk, a többi valamennyit földolgoztunk. Uborkánál ugyanaz volt a helyzet, hogy három ültetési időszak volt, kettőt megneveltünk palántként, úgy ültettük ki a harmadik helybevetéssel. Így sikerült az uborkát augusztus 28-ig kitolni a szedését, folyamatos ellátást, és valamennyi részét feldolgozni is, feldolgozás alá került. Aránylag jó minőségbe, időben le tudtuk szedni, igaz, hogy állandó öntözés mellett tudtuk csak ezt biztosítani. Babból és tökből is több fajtát vetettek. Bab, ebből volt nekünk zöld bab, ezt is két menetbe vetettük, így kihúztuk a szedési időszakot. 5 alkalommal szedtünk zöld babot, elég nagy mennyiséget, amelyet el tudtunk az intézménynek adni, illetve egy részét lefagyasztottuk itt a tésztaüzemnél, megoldottuk annak is a feldolgozásra. Száraz babból volt kétfajta, volt tarka babunk és vörös babunk. Elég jól sikerült annak ellenére, hogy ilyen hatalmas vagy erős hőség volt. Két öntözéssel, hárommal meg tudtuk oldani, hogy létrejöjjön a hüvelyesedés és a szemképződés. Ezt már teljes mennyiségbe betakarítottuk, az értékesítés is megtörtént. Tökből volt két fajtán, főzőtökünk és sütőtökünk. A főzőtök nagyon jó termet, minimálisat tudtunk értékesíteni, a többi jelenleg is benn van, majd meg tudjuk mutatni. Kiszedjük a magját és felhasználjuk állati etetésre. Sütőtökből szintén jó termés biztosított az idei év. Be tudtuk tárolni, féltünk a fagytól, be van tárolva, folyamatos az értékesítése, illetve az intézmény felé történő kiszállítása. Molnár Sándor munkavezető a termesztett növények vetés területét és a betakarított termények mennyiségét is ismertette televíziónknak. Burgonyából például 6000 négyzetméteren 1500 kg, paprikából 3000 négyzetméteren 1400 kg, a most szezonális főzőtökből és sütőtökből pedig 3000 négyzetméteren 1200, illetve 1500 kg termett. Szeptember 30-áig a termesztett növények értékesítéséből befolyt összeg 693.500 forint volt. Emellett az önkormányzat tagintézményei, valamint az iskolák felé is folyamatosan biztosított az ellátás. Molnár Sándor hozzátette, annak ellenére, hogy a tavasz későn indult, az időjárást pedig időnkénti tartós forróság jellemezte. A start mint a program sikeresnek mondható évet zárt. A fóliasátrakban pedig jelenleg is folyik a növénytermesztés. Nem csak külterületi termesztésünk van, hanem fólia alatti termesztés is. Egy sátrunk az palánt előállításra, a másik sátrunk pedig korai tavaszi növények előállítására van beállítva. Jelenleg abban vagyunk, ahol termesztés folyik. Az első termesztési fázisban paprika, paradicsom és középen uborka volt. Itt termeltünk bizonyos mennyiséget az előbbi elmondottakból, és
utána, amikor ezek a növények leteremtek, akkor újra hasznosítottuk a területet sárgarépa, petrezselyen, retek és salátával. Ezek a növények körülbelül 2-3 héten belül be fognak jönni, és értékesítjük, sőt, már a sárgarépát, meg a petrezselyem zöldet folyamatosan értékesítjük, a retket már tudjuk értékesíteni, a salátára, meg a petrezselyem gyökerére arra még várni kell. Ez folyamatos munkát ad az embereknek, illetve a palánt helyére pedig padlizsán tettünk, amiből hatalmas mennyiséget állítottunk elő, sikerült hál' Istennek nagy részét eladnunk, illetve feldolgoznunk, mert a tészta üzemnél a feldolgozó részletébe krémet, padlizsán krémet készítettünk belőle, amelynek az árusítása ma így napig folyik. Október 1-e az idősek világnapja. Nekik köszönhetjük múltunkat, jelenünket és jövőnket. Gyermekkorunkban óvtak bennünket, és a mai napig segítenek, mellettünk vannak életünk minden fontos pillanatában. A segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a generáció tiszteletére idén is megszervezte a térségi idősek napját, ahol stábunk is jelen volt. Püspökladányban közel 3660 éven felüli idős él, akik aktívan részt vesznek a családi életben, és sokan közülük örömmel járnak különféle körökbe, rendezvényekre. A sok éves hagyománynak megfelelően ismét a püspökladányi Dorogi Márton Művelődési Központ adott otthont az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett térségi idősek napjának. A segítőkezek intézményének számos telephelyéről érkeztek szépkorúak a színvonalas rendezvényre. Az eseményt Tolnyi Anita Anna, a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ megbízott intézmény vezetője nyitotta meg, s hangsúlyozta október 1-e, mint az idősek világnapja, amely nyugdíjas éveiket töltő emberek tiszteletéről, szeretetéről szól. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Október 1-e az idősek világnapja, az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába foglalja az elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükség van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. A rendezvényen Petőné Pap Margit tanásnok is köszöntötte a szépkorúakat, és beszédében elmondta, fontos, hogyan töltik nyugdíjas éveiket az idős emberek, és milyen lelkesedéssel néznek a körülöttük lévő világra. Olyan speciális helyzetben vagyok most, hogy lassan én is elmondhatom magamról 2019-től, hogy a nyugdíjas sorát gyarapítom, mert hogy ez az idő is elérkezik az ember életében, és nem mindegy, hogy ezt az időt hogyan éli meg, nem mindegy, hogy a mindennapokat hogyan tölti, nem mindegy, hogy mekkora lelkesedéssel néz az őt körülvevő világra. Mert bár azt mondja Petőfi, hogy elhull a világ, elillamlik az élet, de az, hogy mi ezt az életet hogy éljük, hogy az őszi napokat, hisz nem véletlenül októberben van az idősek napja, hogyan töltjük, az nagyon nagy mértékben rajtunk is múlik. A szervezők egy különleges pályázatot hirdettek meg minden telephelyen, mégpedig lehetett nevezni az év nagypapája és nagymamája címre. A verseny eldőlt, s az eredményhirdetés következett. Szeretném felszólítani a színpadra az év nagymamáját, aki földes településről érkezett, és Lakatos Albertnének hívják. A
kollégák jelölése. Lakatos Albertné Marika nénit szeretnénk nevezni az év nagymamája díjra. Marika néni 1945. szeptember 13-án született településünkön Földesen. Férjével, Lakatos Berti bácsival nagy boldogságban nevelték fel három gyermeküket. 9 unokával és 5 dédunokával, a hatodik úton van, ajándékozták meg gyermekei és unokái. Marika néni egy örökmozgó, fiatalos nagymama és dédnagymama. Községünkben nincs olyan ember, aki ne ismerné. Családját a mai napig maximálisan kiszolgálja, süt, főz, vigyáz a gyerekekre. Mondhatjuk úgy is, hogy ő egy kicsit a mi nagymamánk is. Községünk tagja 6 éve, közösségünk tagja, minden rendezvényen, programon aktívan részt vesz. Szabad idejében szeret kézimunkázni, nagyon szép gobleneket készít, melyeket a hozzá közel álló embereknek ajándékoz. Az aktuális ünnepnek megfelelően készít mutatós, kreatív díszeket, valamint szívesen megmutatja bárkinek, aki meg szeretné tanulni ezek elkészítését. Aktív tagja a názáreti gyülekezetnek. A gyülekezet életéből is aktívan veszik ki a részét, rendezvényekre süteményt süt, a nyári gyermektáborokban önzetlenül nyújt segítséget. Ő az a fajta nagymama, aki minden gyermekcsinyben benne van, szeret minden újat kipróbálni, például bobozni, trambulin, szabadtéri kondipark. Marika néni bárhol és bármikor, Marika nénire bárhol és bármikor lehet számítani, ahol tud, segít. A rászoruló embereknek ételt, ruhát adományoz. A munkaszeretete a mai napig végig kíséri az életét, fiatal korától kezdve a kemény fizikai munkától sem riad vissza. A mai napig munkaszeretete családjának kiszolgálása viszi tovább mindennapjait. A fiatal generációnak példaértékű lehet Marika néni élete. A mindennapi munkához az ő élete példáiból meríthetünk erőt, hitet és boldogságot. Tehát 2018-ban az év nagymamája Lakatos Albertné. Az év nagypapája sem maradt ki, aki nem lett más, mint a püspökladányi Bangó Gyula bácsi. Bangó Gyula bácsi a Szent István úti idősek klubjának tagja. Mindig vidám természetével, pozitív életszemléletével, igazi színfoltja a kis társaságnak. Kiegyensúlyozott életének titka az, hogy szerető, gondoskodó család veszi körül. Gyula bácsi 3 gyermek édesapja, 8 unoka boldog nagyapja, és nagy örömére az élet megajándékozta 1 dédunokával is. Aktívan részt vesz a gyermekek és unokák életében, legyen az esküvő, keresztelő vagy ballagás. Gyula bácsi 80. születésnapján a család meglepetéspartit szervezett, amelyen a család minden egyes tagja, kicsitől a legnagyobbig részt vett. Gyula bácsi nagyon szeret táncolni, megtáncoltatta lányait, unokáit. Erről meghatódva mesélt a klubban. Gyermekei nagy tisztelettel és odafigyeléssel gondoskodnak édesapjukról. Gyula bácsi pedig viszontlátásképpen ott segít, ahol tud. Igazi boldog családban él. A megható pillanatok után elkezdődtek a produkciók, és elsőként a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek, Liszi Melindának és Nagy Róbertnek az operett műsorát tekintette meg a közönség. Édes matyikám, nézz most ide rám, és a muzsikám új, tudok én egy táncot újat, ami most jött Londonból. Ma csiki-csik táncnak nevezik, és bemutatom gyorsan. A szívemben már is bors van, figyeljék hát kérem jól! Csak a csiki-csik csiklandos táncot gyúrom, 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 mert a csiki-csik tánc az idén a sik. Csiki-csiki-csiki-csiki-csiki-csiki. Csak a csiki-csikkel bestem minden, zsúron, 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 mert a csiki-csik az roppant jól esik. Csiki-csiki-csiki-csiki-csiki-csik. Minden figurát tanítok, én potyán is, ha pipiznek. Rútik, veresik, egész nap nem beszélnek, csak csikiznek. Csak a csiki-csik csiklandós táncot gyúrom, 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 mert a csiki-csik tánc az idén a sik. Csiki-csiki-csiki-csiki-csiki-csik. Most jön a neheze, azt mondja, hogy gyere tubicám, hüllem be cicám, hisz nincsen a bot, semmi szégyen, újítsuk fel, hogy volt régen, mikor te meg én, a liget rejtek én, egymást öleltük szerelem terén, ja. Rügyeztek a pár, s te ide adtad szád, abban petincs be.
tanult, azt állt, amíg az este állt, s az omni csak ránk zárt, gyönyörre bánt. Ilyen az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Lenyikorogtak a kerekek, s felettünk nevetett a teli volt. S mi közben a lovacskákban dukoltak Budán át, eloltotta még ő ajkacs a lámpát. Ilyen az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. A zenés-táncos produkciók után Kovásné Szabados tíme a szavalta el Aranyosi Ervin, amikor Megöregednek című költeményét. A későbbiekben Tolnyi Anita Anna elmondta televíziunknak, hogy a fellépők már hónapokkal ezelőtt izgalommal kezdték el a felkészülést. Most közel 300 idős ellátottunk vesz részt ezen a rendezvényünkön. Nem csak az időseink vesznek részt, hanem a pszichiátriai betegek nappali ellátásában résztvevő ellátottaink is, és a fogyatékos nappali ellátásban részesülő ellátottaink is. Ők műsorral készülnek. Minden telephelyről készülnek az időseink. Ez az előkészület, ez már hónapokkal ezelőtt megtörtént, sőt mondhatom azt is, hogy amikor most ez az idei le fog zajlani, már a jövő évi ünnepségre fognak készülni, de még előtte lesz egy nagyszabású térségi rendezvényünk, a farsangi rendezvény, ott is felszoktak lépni. Nem kötelező nekik, szívesen vállalják, nagyon szeretnek szerepelni, lelkesen készülnek, kollégák segítenek a felkészülésben, nagyon-nagyon jó hangulattal szoktak telni ezek a próbák. Az idősek aktívan felveszik a ritmust korunk technikai fejlődésével, sőt, kíváncsian várják az ilyen jellegű oktatást. Intézményünk arra törekszik minden szolgáltatásunkban, hogy az idősek az aktív időskort tudják megélni. Ez nyilván nagyon sokat jelent a dolgozók részére, hogy mennyire felkészültek, szakmai tudásuk milyen színvonalú. Hát nyilván ehhez kapcsoljuk a szolgáltatásokat. Nagyon ügyesen megoldják, nagyon aktívak az idősek, és örömmel látjuk azt, amikor fiatalok idősekkel generációk együtt találkoznak intézményünkben. Erre nagy példa a nyáron megrendezésre kerülő generációs napunk, és ami az idén is megrendezésre került. Egymásnak átadják a tudásukat, az idősek a fiatalok számára a tapasztalataikat, a fiatalok pedig tanítják az időseinket. És nagyon öröm, amikor azt látjuk, hogy egy idős ember a számítógép előtt tevékenykedik, Skype-ol az unokával, aki akár tengeren túlon is, de a világ végén van. Nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadnak minden újat, nagyon nagy befogadó képességűek, igénylik, és meg is kapják mindenféle kulturális és egyéb szórakozási elfoglaltsági lehetőséget megkapnak tőlünk. Márkus Gábor alpolgármester a rendezvény szünetében elmondta, az idős emberekre egész évben gondolni kell, s gondoskodni arról, hogy mindent megadjunk nekik a hétköznapokban is. Szépkorúak megérdeklődik azt, hogy tehát egész évben gondoskodjunk róluk, nyilván ez az intézmény nagyon sokat szélte, a segítők ezek intézménye, és egyszer-egyszer, tehát egy évben egyszer, úgy akartam mondani, egy évben egyszer, pedig egy ilyen színvonalas, mert igen színvonalas műsor van, ilyen színvonalas műsorral szórakoztassák, köszöntsék őket, egyáltalán egy kellemes délutánt hozzanak létre ezáltal. Az idősek fellépése előtt bepillantottunk a színfalak mögé, és megkérdeztük őket, mennyire izgulnak a szereplés miatt. Kettes számú idősek otthonában vagyok tag, vagy nem is tudom, és akkor ilyen szallagos tánccal készültünk. És ki találta ki? Hát ők már szerepeltek régebben ezzel, és akkor most újra felújítottuk. És miért várja ezt a rendezvény? Mert gondolom hát mindig... Sok ismerősöm van régebbről is, több településről, sok, nagyon sok ismerősöm van, és akkor én még itt vagyok a Jászmén-Bokor Novtakörben is, szoktunk mi is fellépni, itt is, más helyiségekben is elmenni. Szeretem. Valahova menni kell, szeretem a közösséget, az embereket, nagyon szeretem. A segítők ezeknek a karcagi telephelyéhez tartozom, és hát én is ebbe a szalagos tánccsoportba vagyok benne. Akkor már évek óta fellép?
Nem, én július 1-e óta vagyok tag a segítőkezeknél, úgyhogy nekem még ez az első fellépésem. Eddig mint néző vettem részt, tehát láttam már többször műsorokat, és úgy tetszett. Meg úgy ez az egész közösség úgy tetszik. A már sokat emlegetett szalagos táncot sikeresen adták elő a fellépő nyugdíjasok. Lehetsz király, hiába vagy, a mosolyod úgyis az arcodra fagy. Királynak lenni az máborító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. A Szent István úti központ ellátottjai és dolgozói egy igazán látványos meglepetéssel készültek. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnyat ört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még elér. Kell, te legyél, ki nap lesz én. De légy, aki megtalál egy régi balladát, ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Természetesen a humor sem maradt ki az előadások sorából, hiszen a nagyrábéi telephely ellátottjaiból alakult Borostyán Klub gondoskodott erről, akik a Kőleves című magyar népmesét adták elő. Vagy a család főzni kell neki. Tehénynek van még a tehén. Ami? Csináljuk a sok sajtot, túrok, mindent úgy, hogy van dolog egy húzva. Jó napot kívánok! Jó napot! Úgy látom, jó helyre jöttem. Jó! Egy kis segítség kellene nekem. Messze útról jöttem, sokat gyalogoltam, megéheztem. És egy kis kőlevest szeretnék főzni, ha segítenének. Hát nagyon szívesen. Mert kövem van, még egy kis szalonnám is, de egy kis fűszer, egy kis zöldség. Falon vagyunk, megterem a kertbe a zöldség. Én még egész úton, csak nem cipelem már magammal mindig azt a sok mindent, elég ezt a kis kaskát cipelnem. A követ. Hát igazad van, van itt minden megterem a kertbe. A kapun belül gyújtson tüzet. Gazdasszony megengedi? Igen. Akkor tüzet is gyújtok. Hát, a gyufát otthon nem hagyta, nem tudom. Hát azt nem, meg csiszolunk, itt valahogy tüzet csinálunk. Na már így is, nehogy piroslik a lángja, petróleum lámpa, milyen sejt a lángja. Ajaj! Van egy kis szalonnám, ezzel megzsírozom. Tudják, csak úgy. Több napi kolbász! Csak úgy kenegetél! Hát azt ez nem lesz finom, bele kérek vagdosni kockára. Az adja az ízit, ha belátja a végén. Egy az, hogy ez kicsi, ennek még sokáig elégnek kell lenni. Másik meg hát a koleszterinre vigyázni kell. Mondjuk igazad van. Az egész délutános program minden fellépője, szervezője, nézője számára szép élményekkel zárult, s mindenki várja már a következő alkalmat. A térségi idősek napjáról készült felvételeinket vágatlan formában, kommentár nélküli rovatunkban tekinthetik meg.
Október 15-e a Látássérültek Nemzetközi Világnapja, melynek célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. A 2018-as év különösen jelentős a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének életében, hiszen idén ünneplik fennállásuk 100. évfordulóját. A Fehér Bot napja és a centenárium alkalmából a Látássérültek Püspökladányi Szervezete is megtartotta ünnepi rendezvényét, melyen stábunk is részt vett. Az ENSZ 1969-ben nyilvánította október 15-ét a Látássérültek Világnapjává. A Fehér Bot napján a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére hívják fel a közvélemény figyelmét, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Ezen kívül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége idén ünnepli fennállása és alapítása 100. évfordulóját. Ezen alkalmakból a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének püspökladányi körzeti csoportja is megtartotta rendezvényét. A helyi csoportnak jelenleg 57 tagja van, a látássérültek több mint fele püspökladányi, a többiek pedig a kistérségből vannak. Most van a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megalakulásának 100. évfordulója, ugyanos is mi a centenáriumi ünnepséget tartjuk most, és mi Püspökladányban a mi kis csoportunkkal is most ezt ünnepeljük. Ilyenkor a célunk az, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. Szeretnénk, hogyha odafigyelnének a gondjaik megoldására és a jobb körülmények kialakítására a látássérültek részére. A Püspökladányi körzeti csoport az idei évben is számos eseményen vett részt, így tehát mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött. Az év eleje mindig kezdődik a farsanggal, ugye hát az egy nagyon nagy esemény volt. Most már ebben az évben felöltöztek a jelmezbe a kedves vaktársaink, vagy látássérültársaink, és nagyon nagy élmény volt nekem az, hogy aki eddig nagyon visszahúzódó volt, az is azt mondta, hogy most már én is bekapcsolódok ebbe a munkába, mert látja, hogy mindenki szívesen csinálja. Aztán jön mindig a tavasz köszöntőnk, ugye érkezik a tavasz, az megint nagyon-nagyon nagy esemény. Az ifjúsági házba a tavasz köszöntők is összejövetelt rendezünk. A május hónap az a Farkasszigeti nap, most nagyon csodálatos volt, mert felvettük a kapcsolatot a Törő Gábor hagyományőrző néplakórus vezetőjével, és színesebbé, varázslatosabbá tették a rendezvényünket azáltal, hogy ott voltak a népdalkórus tagjai, a Citera együttes, a Püspökladányi Betyárok együttese, és bizony a színvonalat nagyban emelték ennek az eseménynek. Most az ifjúsági házban volt egy nagyon-nagyon színvonalas nyárbúcsúztatónk, ahol bizony megint 35-37 fővel vettünk részt, és ez reggeltől estig tart, Sárosi Károly zenész tarmóharmonikával kísérte délutának is tagjainkat, nótáztak, megebédeltünk, volt, aki táncra perdült, úgyhogy egy nagyon színvonalas napot zártunk szintén. Most van még a Fehér Bot napunk, ami szintén nagyon nagy esemény, és ami fontos volt, most voltunk a tokai születi napokon, egy kis csoporttal ellátogattunk a záró napra, 17 fővel vettünk részt a tokai születi napokon. Hát nagyon-nagyon szuper volt. Magyari Sándorné elmondta, hogy szeptember hónapban egy igazán egyedülálló programnak lehettek részesei. Szeptember végi taggyűlésünkön volt egy csodálatos délutánunk, amikor államtitkár úr a mi kis csoportunkat jelölte ki egy nagyon csodálatos előadásra. Hajdúszobor Szoboszlóról érkeztek a kedves a Sansz Kft.-nek a dolgozói, és a mi kis csoportunkkal a digitális világba való betekintést segítették elő, ami azt jelentette, hogy minden egyes látássérült tagunknak hoztak ki tablettet és laptopot, kiosztották, és akkor olyan segítséget kaptak, ami még ilyen nem volt, voltaknek még a kezébe sose volt se laptop, se tablet, és akkor mindenkihez oda mentek, megmutatták, segítettek, és szuper volt az érdeklődés, úgyhogy ezt a napot is, ezt a taggyűlést tényleg nagyon színvonalasan zártuk. Az eseményen jelen volt Bora Sándor, a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének alelnöke, aki kérdésünkre elmondta, folyamatosan dolgoznak azon is, hogy a társadalom elfogadóbban forduljon a látássérültek felé.
Egyesületünk egyik szolgáltatása ez a szemléletformáló érzékenyítő foglalkozások. Ugye itt egészen az óvodától, egészen az egyetemig járunk szemléletformáló érzékenyítő foglalkozásokat tartani, és azt tapasztaljuk, hogy ha bár lassan, nagyon lassan őrülnek a malomkerekek, de azért tapasztalható némi javulás. Ugye már az, hogyha az utcán megismerik azt, hogy ki az, hogy látássérült, és itt a foglalkozások során, amit elmondunk nekik, hogy hogyan lehet helyesen segíteni például egy látássérültnek átkelni mondjuk a zebrán. Már ezt tapasztaljuk, hogy így segítenek az utcán, akkor ez már egy pici előrelépés. Még van mit tenni ez ügyben, de javuló tendenciát. Boros Sándor a püspökladányi szervezettel kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyon aktív, összetartó közösségről van szó. A legaktívabb körzeti csoportunk a Hajdúszoboszlai körzeti csoport mellett. Ők ketten, akik igazán színes, gazdag programokat és rengeteg programot szerveznek minden évben. Köszönhetően Magyari Sándorné Rózsának, a körzeti csoportvezetőnek, valamint meg kell, hogy köszönjem a támogatását a püspökladányi város önkormányzatának, akik minden téren mellettük állnak, és így tudjuk lebonyolítani ezeket a programjainkat. A mai program is ugye az október hónap, ez egy kiemelkedő hónap a látássérültek szempontjából, ugyanis ez a látás hónapja, és ezen belül is az október 15-e, ami a Nemzetközi Fehérbot nap, ez az esemény is a köré szerveződött. A látássérült személyek jelenleg nem rendelkeznek infokommunikációs akadálymentesítési szolgáltatással. Ez a jövőben változni fog, hiszen jelenleg a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a TÁVSZEM nevű alkalmazás kialakításán dolgozik. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége most éppen egy projekt közepében van, ez a TÁVSZEM projekt, ami egy távoli segítségnyújtás, a nevében is benne van, távoli segítségnyújtást segíti a látássérültek mindennapjait. Ezt egy okostelefonra letölthető applikációt kell elképzelni, amin keresztül 24 órás szolgálaton keresztül tudnak bármikor segítséget kérni a látássérültek. Például el lehet úgy képzelni, hogy egy vakember, ha otthon magában öltözködik, nem tudja kiválasztani a megfelelő ruhát például, akkor ezen a segítségen keresztül a mobiltelefon kamerájával fel tudja venni a kapcsolatot a szolgálattal, és akkor ők ebben segítenek. De bármilyen ilyen jellegű vagy más jellegű problémában tudnak segíteni, és most ez a projekt a közepén tart, jövőre lesz a tényleges megvalósítás, amikor is nem csak ezt az alkalmazást lehet majd ingyenesen letölteni a látássérülteknek, hanem országos szinten körülbelül 800 okostelefont, iPhone-t fognak szétosztani az erre leginkább rászoruló látássérülteknek, és ezt is ugye szeretnénk minél több tagjunkhoz eljuttatni. A püspökladányi szervezet és az önkormányzat évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, együttműködésük töretlen. Az eseményen jelen volt Kis Zsigmond önkormányzati képviselő, a Szociális és Humán Bizottság elnöke, aki köszöntőjében elmondta, hogy a városunkban működő egyesületek közül a látássérültek helyi szervezete végzi az egyik legaktívabb munkát. A püspökladányban közel 130 egyesület működik, vagyis működne, ebből aktívan körülbelül a fele az, aki részt vesz a város életében, társadalmi életében. Ezek közül, az aktív egyesületek közül az egyik legkiemelkedőbbnek mondható püspökladányban a Vakok és Gyengéklátók Egyesülete, amely egyébként egy speciális egyesület, hiszen azért egy olyan szervükkel van probléma sajnos a gyengéllátóknak, a szemükkel, ami tulajdonképpen a napi életben ugye az információnak a közel 90%-át a szemünkkel fogadjuk be, és sajnos ez a szervünk ugyanis sérül. Én nagyon örülök annak azért, hogy itt püspökladányban az egyesület vezetői ugye aktívan próbálják itt a csoportot összetartani, és azért a Sáréten, a kistérségben az egyik legfontosabb munkát ők végzik el. Az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni a püspökladányban működő egyesületeknek, szervezeteknek. Az önkormányzat ugye elég sok segítséget nyújt ugye a püspökladányi egyesületeknek, kiváltképpen a látássérültek egyesületének is. Mindamellett, hogy ugye különböző pályázati lehetőségek vannak az egyesületek számára, ahol a rendezvényeiket meg tudják szervezni, és kellő módon, tehát a mai napi igényeknek megfelelő módon tudják ezeket megszervezni. Mindamellett ugye
a polgármesteri hivatalban, ugye minden támogatási számukra meg tudunk adni. Az idősek világnapja is ebben a hónapban volt, melyre a csoport tagjai egy-egy verssel emlékeztek. Az ember, mikor a szépkort eléri, eltelt éveit emlékönként végignézi. Lapozza a napokat, az éveket sorra, élete hasonlít egy nagy virágcsokorra. Egy színes virágcsokor, benne sok-sok virág, közöttük némelyik már hulladja a szilvát. Biztatlak, örülj! Örülj a világnak! Örülj a kinyíló virágnak! Örülj a rikkanó madárnak, a zöld lombos erdőnek, a viruló mezőnek! Örülj a hasadó hajnalnak, éjben az égen ragyogó csillagnak, a szép napra ébredő reggelnek, a neked köszönő embernek, és minden ártatlan gyermeknek. Örülj a feléd küldött mosolynak, a hozzád szóló szavaknak, örülj, ha egy ajtót neked kitárnak, ha valahol éppen te rád várnak. Az ebéd elfogyasztása után Lakatos Éva jóvoltából örökzöld slágereket hallhattak a jelenlévők. A társadalom megítélése évről évre egyre pozitívabb irányba változik a vak és gyengén látó emberekkel szemben, de még így is sokat tennivaló mindkét fél részéről annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség maradéktalanul megvalósuljon. A nem látó ember ugyanolyan értékű személy, mint bárki más, tudása, előadókészsége ugyanolyan, mint az egészséges emberé. Püspökladányváros önkormányzata a hagyományoknak megfelelően idén is ünnepi műsor keretében emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire. A 62. évforduló alkalmából tartott megemlékezésre 2018. október 19-én pénteken kerül sor. Emlékezzünk együtt a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, 15 órától a Városi Köztemetőben, majd 16 órától a Dorogi Márton Művelődési Központ színháztermében. A programsorozat a 17 óra 15 perckor kezdődő gyertyás felvonulással zárul a Hősök terén az 56-os emlékkőnél. Érzékelő életet menthet. Szellőztessen rendszeresen. Ellenőriztesse fűtőberendezését, kéményét. Adjon esélyt az életre. A népmesség fennmaradása és a bennük élő bölcsesség tovább hagyományozása minden generáció fontos feladata. E célból az Erős Lajos Református Általános Iskolában minden évben megtartják a népmese napját, melyre idén 40 csapat érkezett a Nagy Magyarország egész területéről. A vetélkedőket stábunk is végigkísérte. Tartsanak velünk! Október 5-én nagyszabású rendezvényt szervezett az Erős Lajos Református Általános Iskola a népmese napja alkalmából, amely minden évben Benedek Elek születésnapja, vagyis szeptember 30-a. Immár 14 éve rendezik meg városunkban is a népmeség fennmaradásáért, tiszteletéért szervezett programokat. A már hagyománnyá vált esemény annyira kinőtte magát, hogy 40 csapat érkezett az iskolába, nem csak az országból, hanem határainkon túlról is.
A református templomban vette kezdetét a szinte egésznapos rendezvény, ahol az intézmény igazgatója, Borsosné Lekvár Erika köszöntötte a megjelenteket. Ahol én járok, teste lelke tiszta, öregnek s ifjú népnek. Nagy és kicsi versenyre kelve, munkára minden jónak s szépnek. Gyűlölség szennyét is a törvé, szeretetét a legfőbb törvé. Egyetlen lánc, mely megmaradt, nyomán egy csöppér sem fakad. Szeretet lánca, kössed egybe szívét nagyoknak s gyermekeknek, gyűlölség, légy úgy eltemetve, hírét se halljuk léteznek. Ez országnak minden lakója, egymást szeresse, védje, óvja. Nagyjá ország csak így lehet, csodát műve a szeretet. Benedek Elekdal a Szeretetről című versének utolsó soraival köszöntök minden kedves versenyzőt, kísérőt, pedagógust. Teszem ezt az Erős Lajos Református Általános Iskola minden tanulója és dolgozója nevében. Iskolánk vezérigéje, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Benedek Elek, aki 157 éve született, éppen így látta életünk lényegét, mint mi. A szeretet, az isteni szeretet az, aminek meg kell felelnünk ma, holnap, holnap után, és életünk során mindig. Az ünnepség az Erős Lajos Református Általános Iskola kicsiny kórusának előadásával folytatódott. A népmese napjára érkezőknek rajzpályázatot hirdettek meg, és az eredményhirdetésen a három zsűritag egyike, Vadászné Bene Zsuzsa óvónő értékelte a pályamunkákat. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát először nagyon ijesztőnek tett ez a rengeteg rajz, ami ott várt rán, és nem is tudtuk elképzelni a két tanítónénivel, vagy hogy fogunk itt választani közülük, mert csodálatos rajzok voltak, és ahogyan elkezdtük a válogatást, egyre inkább óriási boldogság volt és öröm azt látni, hogy mennyire magával tud benneteket ragadni egy-egy mese olvasásakor, és utána az ábrázolásánál a fantáziátok. Igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogyha ránézünk egy rajzra, vagy egy munkára, akkor abból kiderül-e az, hogy ez a Király Kis Miklós mese, ami szerintem egy csodálatos mese. Mi is olvastuk az óvodásaimmal több alkalommal, mert hát először nehéz volt megérteni, de aztán annyira megkedvelték, hogy kérték több alkalommal is, úgyhogy egészen belemélyültünk. És a másik szempont az volt az értékelésnél, mert valahogy döntenünk kellett, amikor valami egyediséget láttunk, tehát ami teljesen más szemszögből közelítette meg, vagy hogyha ránéztünk egy rajzra, vagy egy munkára, és egyből így hátrahőköltünk, mert az a semmely majdnem leugrott a rajzról. Úgyhogy mindenkinek sok szeretettel gratulálok, és remélem mindenki nagyon nagy örömet szerzett a munkák elkészítése is, és a mese hallgatása, a mese feldolgozása. A következő percekben a kisalkotók vehették át a rajzaikért cserébe a jutalomcsomagokat. Először a vendégiskolák tanulóit fogok szólítani. Első-második osztályos kategóriából. Harmadik helyen végzett a Debrecen Bánki Református Általános Iskolából Katona Petra. Kérem, hogy jöjjön és legyen.
Második helyezett lett Szalontai Szabolcs Veresegyházáról, a Kálvin téri református általános iskolából. És első helyen végzett Kozma Villő Zsejke Turkevéről, Kaszap Nagy István református általános iskolából. A megnyitót követően mozgalmas délelőtt vette kezdetét, hiszen a gyerekek vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon mérhették össze tudásukat, mondta Kisné Balla Krisztina, a program főszervezője. A mi iskolánkban, az Erős Lajos Református Általános Iskolában mai napon ünnepeljük a népmese napját. Erre a rendezvényre a Magyar Olvasó Társaság hívta fel a figyelmet országszerte és határunkon túl is, és mi elsőként csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, úgyhogy ez a 14. év, hogy megrendezésre kerül. A népmese napja nálunk egy rajzpályázatból és egy népmese napi vetélkedőből áll, ez adja a nap főgerincét. A vetélkedőt meghirdetjük a gyerekeknek, 4 fős csapatokban lehet rá jelentkezni, és azok a csapatok juthatnak be ide a mai napi döntőre, akik egy előzetes feladatlapot kitöltöttek. Az első csapat kérdése következik. Hová bújta fel a kismadár Zöld Péter? A napon is. Így bizony. Így tökéletes a válasz. A nap mögé a szárnya alá. Egyes csapat megkapja a 3 kérdést. Kettes csapat következik. Figyeljetek, mert lehet, hogy rablások is lehet, de remélem. Hova telepedett le a rózsabokor, amikor elbújtatta Zöld Péter? Hova telepedett le? Oda a folyosó elé, ahol a király is a szemjöttő fele. Igen, és miért oda telepedett? De jó a válasz. Azért, mert akkor még nem tületlenül a személy. Így van. Jó, megvan a 3 pont, köszönöm szépen. A diákok igazán kiélhették kreativitásukat, ugyanis különleges feladatot kaptak, társasjátékokat kellett készíteniük. A feladatlap mellé egy bónusz feladat is van. Most egy társasjátékot kellett készíteni az 5 kijelölt népmese valamelyikéből. Azt hagyd mondjam már el, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy olyan remek társasjátékok érkeztek, hogy a kiadásukról is érdemes lenne gondoskodni, mert a gyerekek nagyon kreatívak voltak, nagyon sok ötlettel álltak elő, és nagy öröm, hogy még mindig szeretnek játszani ezek szerint. A folyamatosan zajló vetélkedőkön az alsó és felső tagozatos diákok külön versenyeztek. A bejutott csapatok most 2 korosztályban versenyeznek, a 3.-4. osztályosok és a felső tagozatosok vannak egy-egy csoportba. A mi erős diákjaink is megmérettetik magukat, de őket külön fogjuk értékelni és díjazni. Mindenképpen szeretnénk a verseny tisztaságát így megőrizni. A vetélkedőn játékos feladatok vannak, a keresztrejtvénytől, az apró hirdetésen, a totón, betűhálón, QR-kódos feladaton keresztül mindenféle. A gyerekek a feladatok sorrendjeit szerencsekerékkel pörgetik ki. Nézzük, hogy mi lesz a következő feladat a zsűrija, mi pedig játszunk tovább. A versenyeken túl további meglepetésekkel várták a szervezők a tanulókat. A naphoz még hozzátartozik, hogy azok a gyerekek, akik a rajzkiállításon, a rajzversenyen vettek részt, azok kézműves foglalkozáson vehetnek részt, és még a zsűri meghozza majd a döntését, addig egy mese előadással is várjuk a gyerekeket. A Ládafia Bábszínház érkezett hozzánk az együgyű Mihók történetével.
A napot majd a templomba fogjuk zárni, ott kerül sor az eredményhirdetésre és a díjak átadására. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a mesékkel még mindig, és hál' Istennek, ennyi gyereket meg lehetett mozgatni, hiszen rekordszámú csapat, 40 csapat érkezett most ide hozzánk versengeni, és az ország számos pontjáról érkeztek. Még azt szeretném elmondani, hogy a rendezvény megvalósulását az nagyban támogatja iskolánk, aztán a Püspökladányi Református Egyház, és a Református Pedagógiai Szolgálatnál volt egy nyertes pályázatunk, amiből az ajándékok nagy részét tudjuk majd finanszírozni. Mely csapat az, amelyik ezután fog leadni napot, tehát még benne van a játékban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csapat, rendben? Jöhet a második kép. Aki kész, nyújtja fel a lapját. Vagy a kezét. Milyen volt az eddigi nap? Hát érdekes volt, mivel volt olyan, amikor mindenön összevesztünk, hogy most ezt akartuk írni, aztán meg a másik meg azt akarta, de sikerült így megegyeznünk egyébként. Meg volt, amikor egyáltalán az ötletünk sem volt, de így utána tudtuk találni ügyesen együtt. És jártál már Püspökladányban? Igen, már jártam versmondó versenyen, és már tavaly is voltunk itt ezzel a négy mese versenyen. Milyen feladatok voltak eddig? Sokféle volt. Volt kvíz is, volt igaz, hamis, meg ilyesmi. És nehezek voltak, hogy ér? Volt nehéz, például a kvíz az nagyon nehéz volt, de a többi az nem annyira. És a nyerésre milyen esélyeid vannak? Nem sok, de lehet, hogy van. A feladatok nagy része könnyű volt, de a csapattagok nagyon alkalmazkodóak és segítőkészek. És hogy érzed, nyerni fogtok? Hát, volt olyan feladat, amit nem tudtunk, meg volt olyan is, amire egyből tudtuk a választ, nem tudok következtetni. A vetélkedők után a Láda Fia Bábszínház előadói várták a gyerekeket és a felnőtteket együgyű Mihók történetével. Amikor egy hatalmas erdőbe érkezett. De nem akármilyen erdő volt ám ez. Ez volt maga a kerek erdő közepén az ördöke. Hát csak tán ne legyen perfia, otkolásából ítélve, igen, ez csak rusnya féreg. A változatos programokkal tűzdelt nap után élményekkel telve indultak haza a versenyzők, ki közelre, ki messzire, széles a vidéken. A népmese napjának, Benedek Elek emlékének méltán tisztelegtek a résztvevők.
Idén is megtartotta a rendhagyó méhész találkozóját a Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesülete a Farkas-szigetben. Erről készült összeállításunkat láthatják a következő percekben. Idei évben is megtartotta a szakmai találkozóját a Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesülete. A találkozóra ezúttal október 6-án került sor, melynek szintén a Farkas-sziget adott otthont. Az összejövetel célja egyrésztről számvetés is a vezetőség részéről a tagok felé, szakmai tapasztalatcsere az egyesületi tagok között, másrésztről a mézfogyasztás népszerűsítése a gyermekek körében, így a rendezvény egyik címadó állomása a Mézes Reggeli elnevezésű program. A mozgalom a volt szlovén miniszterelnök asszony Alenka Bratušek kezdeményezésére indult el hazájában, melyhez Magyarország 2014. november 21-én csatlakozott. A szakmai továbbképzésnek tartom én ezt elsősorban, egy olyan 5 évvel ezelőtt pedig egy országos kezdeményezésre, a Mézes Reggeli című programra, hát mi is bejelentkeztünk, és ennek az volna az értelme, hogy a mézfogyasztást a gyerekek körében meg kell szerettetni, hogy aztán felnőtt korukban ugye mézfogyasztók legyenek ők is, és hát vásároljanak mézet tőlünk. Honnan érkeznek ilyenkor? Hát mi 60 meghívót küldtünk ki, hát olyan 40-45 ember el szokott jönni, ezek mind méhészek, illetve hozzátartozók, illetve hát a méhészeti szakma hát helyi vezetői elsősorban. Gyakorlatilag Hajdú-Bihar megyéből még jönnek néhányan. Miről szól a szakmai találkozó ilyenkor? Mi a legfőbb téma? Most mi azért gyűltünk össze, hogy a betelelésről, tehát a méheknek a téli elhelyezéséről, illetve a téli ellátásáról gondoskodjunk, és ezt a betelelési bemutatónak hívjuk. Nagy Lajos doktor úr kihangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja az Egyesület, hogy minden oktatási, nevelési intézménynek legyen méhész támogatója. Mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy valaki, a gyerek megszeresse a mézet, az folyamatosan meg kell erősíteni. Ezért vásároltunk olyan rekeszeket, amiben 10 kiló méz fér, ráteszünk egy aranyos kis méz címkét, és azt elvisszük az óvodába vagy az iskolába. Arra törekszünk, hogy minden óvodának, minden iskolának legyen egy méhész patrónusa. És akkor az elviszi, és akkor ott elfogyasztják. Korábban készültek felvételek, mozgó felvételek és fényképek is, és ezt megpróbáltuk egy DVD formájában összevágni, és ezeket a DVD lemezeket eljuttattuk az óvodákba, az iskolába, lehetőleg mindenüvé, ahol elértük, hogy ők is szorgalmazzák a valamelyik apuka vagy anyuka méhész, hogy segítse, patronálja az óvodát. Ugye ennek az a célja, hogyha a gyerek megtanulja, megszereti a mézet, akkor az utána azonnal keresni fogja és vásárolni fogja, lehetőleg tőlünk, és így ez a hagyomány, ez már megszokássá válik, sőt olyan góbor gondolatunk is volt, hogy a mézes tej, illetve az iskolatej mintájára kezdeményezzük majd, hogyha már odáig eljutottunk, az iskola méz programot. Tehát ez csak egy jövőbeli remény. Azt fontos tudni a méhekkel kapcsolatban, hogy nélkülük az emberiség léte is veszélybe kerül, ezért kiemelten fontos vigyázni rájuk. A növények egy része szél, másik részük rovarbeporzású, ezt végzik a méhek. A rájuk veszélyes betegségeket szintén rovarok terjesztik, így a védekezés nem egyszerű feladat, hatalmas terhet ró a méhészekre. A védekezés nehezíti, hogy a méhek mézet állítanak elő, így a permetezésnél el kell kerülni azt, hogy bármi, ami emberi egészségre veszélyes, a táplálékba kerüljön. A legnagyobb szakmai kihívás most ebben az évben egy atkavész, tehát a méhek családok nagyon sok atkát tartalmaznak. Az atka ez egy kicsike élőlény, egy pici rovar, amelyik a méheknek a vérét szívja. Ez 1978 óta, tehát 40 éve van Magyarországon, és rettenetes nagy gondot jelent a méhészeknek, mert az atka írtás az nehézkes.
legalább 3-4 olyan általánosan használt szer van, amelyiket a méhészetekbe használunk, azonban nem ártalmatlanok a méhekre sem. És a másik pedig lenne, hogy ha nem időben végezzük az atkaírtást, akkor annyira felszaporodik az atka, hogy gyakorlatilag elpusztítja a méhcsaládokat. Ebben az évben hatalmas mennyiségű méhatka nevelődött, úgyhogy veszélybe van a méhállománynak, mint egy 30%-ára becsülöm, hogy annyi lesz a pusztulás ebben az évben. Ennek a kiküszöbölésére, ennek a kivédésére jöttünk elsősorban most itt össze, a beterelési bemutatón kívül, hogy ezt valahogy megoldjuk, hogy minél kisebb veszteséggel teleljünk át. Ha a számokat nézzük, egy méhcsalád körülbelül 60 ezer főt számlál, 40 család 2 millió 400 ezer főből áll. Ebben benne vannak a dolgozók, a királynő és a herék. A méhészkedésben nem mindenki a megélhetési forrást látja, mindinkább hobbiként tekint rá, mert egész egyszerűen szereti csinálni. Rácz Lajos 20 éve foglalkozik méhészkedéssel, és ahogyan ő fogalmazott, élete végéig szeretné ezt a tevékenységet folytatni. 20 éve méhészkedem. Tehát, mint hobbi méhészként kezdtem 10 családdal, jelenleg 40 családdal méhészkedem, de most csökkentettem 80-ról 40-re. Honnan jött a méhészkedés iránti szeretet? Hát ez egy kényszer dolog volt valamelyes, mert tehéntartással foglalkoztam, és nem igazán kedveltem a méheket, hanem járt hozzám tejér, az egyik méhészbácsinak a felesége, és ő nagyon szépeket mondott mindig a méhészetről, és megígértem neki, hogy ha egyszer abba hagyom a tehéntartást, akkor méheket fogok tartani. Akkor nem gondoltam ezt egészen komolyan, de így hozta az élet, hogy vettem 10 méhcsaládot tőlük, és utána szépen fejlesztettem, tehát ezt meg lehet szeretni. Úgyhogy így történt a én méhészet történetem. Milyen volt az idei mészhozam? Hát az idei mészhozam átlagosnak mondható, ami, hát nekem mindig az átlag fölött szokott lenni, inkább így mondanám. Tehát én nem vagyok vele megelégedve. Volt mély mérgezésem is, de alapvetően az volt a problémám, hogy tavasszal a mély családok azok nehezen szaporodtak föl. Tehát nem voltak termelőképes családjaim az akácra. Tehát ez volt az egyik probléma, a napraforgónál pedig az volt a probléma, hogy gyakorlatilag a július az hideg volt. Na most azt tudni kell, hogy a napraforgó nektár képződése az 20 fok fölött van, vagy közel 20 foknál. Na most az éjszakák azok 15-16 fokosak voltak, ott nem képződött nektár. Reggel, mit tudom, amikor elérte a 18-20 fokot a hőmérséklet, akkor képződött nektár gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy majd 10 óra körül indultak el a méhek, és akkor estig hordták a nektárt. És így kevesebb lett mindenkinek. Van-e, aki tovább vigye ezt a hagyományt? Nem lesz a családban, aki tovább vigye. Két lányom van, ők ezhez nem fogják folytatni. Úgyhogy most már nem is segítenek, annak idején nagyon sokat segítettek a méhészkedésbe, úgyhogy én kívánom folytatni, mondhatom életem végéig, megfelelő létszámmal, most azért is csökkentettem már a 80-ról. Tehát, hogy szórakozás legyen. Lévai Sándor is 20 éve foglalkozik méhekkel, amolyan hobbi méhészként. Jelenleg 20-25 méh családdal rendelkezik. A méhészkedés iránti szeretet a szakmából kifolyólag úgy jött, hogy mezőgazdasággal foglalkozom, és a méh meg a mezőgazdaság a szoros kapcsolatban van, valamint egy anyai nagybátyám is méhészkedett valamikor, és némi alapismeretem volt, továbbá az egyik szomszédom Nagy Miklós, meg a másik szomszédom Erdei Laci bácsi, akiktől az egyéb alapfogalmakat elsajátítottam, ez körülbelül 20 éve történt. Attól kezdve olyan hobbi méhész szinten csinálom ezt a munkát, mert nagyobb létszámot soha nem tartottam, ami azt termelte méhézet, azt elvettem tőlük. Azt a létszámot próbáltam fenntartani kisebb-nagyobb sikerrel. A mai napig is 20-25 körül így mély családdal dolgozom. Mennyire volt jó az idei mészhozam? Az idei mészhozamot olyan átlagos évnek mondanám. Tavasszal nehézkesen indultunk.
Nagy reményünk volt, hogy a repcén majd felfejlődik, de inkább mérséklődött a létszám, mert ugyan a repcén felszokott jönni, de lehet, hogy némi mérgezés vagy a repcének a betőmag, amint meg van csávázva, úgynevezett neonikotinoidok, még a virágzáskor is érzékeltetik a méhekkel a káros hatást, és fennáll a veszélye, hogy valahol a környezetünkben szedtek ilyet is össze. Ennél fogva eltájolnak, mérséklődik a kiáró állománynak a létszáma, ennél fogva minden kis méhcsalád gyengül. Ezután jött az akác, ami elég rövid volt még. Talán korábban is jön, mint 20 évvel ezelőtt. Szerintem, vagy 10 nap előbb van az akásznak a főtermése. Azt sem úgy sikerült, pontosan azért nem, mert nem volt olyan megfelelő létszám, aki hordhatta volna azt a nektár mennyiséget, ami a javidőben rendelkezésre állt a méheknek. Inkább átlagos évnek mondanám, mint jó évnek. A mézhamisítás nagy üzlet, hiszen a táplálék egészségügyi előnyei közismertek. Kiszúrni viszont már nehezebb a csalást, hiszen a felvásárolt, jó minőségű termék hígított változatai ízben, állagban és színben is tökéletesnek tűnnek. Sőt, pont a jó termékek látszanak silányabbnak. Pacsmag László és felesége Ebesről először vesznek részt a rendezvényen, akik az OMME, azaz Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes üvegeinek forgalmazói. Igazából nagyon szoros kapcsolatunk még nincs a helyi egyesülettel, mivel mi több éve forgalmazzuk a zombi és mézes üveget Ebesen. Nagyon sokan járnak át hozzánk, és hát most ért ez a megtiszteltetés, hogy a nagy doktor Nagy Lajos meghívott bennünket egy ilyen helyi rendezvényre, amit nagy örömmel is fogadtunk, és hoztunk üveget, illetve kupakot a méhészeknek, akik esetleg most szeretnének vásárolni. Mit lehet tudni ezekről az üvegekről? Hát itt az előzetesen már beszélgettünk róla, hogy tehát ezt az üveget csak méhészek vásárolhatják. Kereskedelmi forgalomba a méhész egyesületen kívül ez nem kerülhet. És ez garantálja ez az üveg, hogy az ebben található méz az biztosan termelői méz, mert csak termelők vehetik meg ezeket az üvegeket, igazoltam méhészek. Mivel tudják igazolni a méhészek ezt? Hát el szoktuk kérni, ha nem ismerjük a méhészeket, de hát kicsi ez a helyi közösség. Általában ismerek mindenkit, vagy ismerünk mindenkit, de ha új méhész jelentkezik, akkor mindenképpen elkérem a méhész igazolványát. Az előadásokat követően a délután további részében szakmai eszmecsere folyt a szervezők, az egyesület tagjai és a meghívott vendégek között. A találkozót egy jó hangulatú ebéddel zárták, a menü csülkösbableves volt. Hagyományosan a térség méhészei jövőre ugyanitt találkoznak majd. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentése szerint világszerte 20 halálesetből legalább egy hátterében alkoholfogyasztás húzódik meg. Ezen kívül a magyar fiatalokra nézve is megdöbbentő adatok láttak napvilágot, miszerint a 15 éves fiúk körülbelül 41%-a volt már részeg. Ezzel Magyarország első helyen végzett a vizsgát 36 ország között. Hazánkban körülbelül a lakosság 10%-a szenved az alkoholizmustól, ez mintegy 800 ezer embert jelent. Mindennek kapcsán dr. Komoróci Károllyal, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentése szerint világszerte 20 halálesetből legalább egy hátterében alkoholfogyasztás húzódik meg, ideértve az ittas sofőrök által okozott közlekedési baleseteket, verekedéseket. Hazánkban körülbelül a lakosság 10%-a szenved az alkoholizmustól, ez mintegy 800 ezer embert jelent. Az alkoholizmus témáját dr. Komoróci Károly, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának segítségével jártuk körül, aki először a függőség és a szenvedélybetegség fogalmáról beszélt televíziónknak. El szoktuk különíteni, hogy vannak a kémiai szerek által okozott szenvedélybetegségek, és vannak úgynevezett viselkedési zavarok. Ezeket hívjuk talán inkább a orvosi értelemben függőségnek a viselkedési zavarokat, és vannak azok a kémiai szerek, amik szintén úgy mondhatjuk, hogy függőséget okoznak. Ezek a kémiai szerek, amiket érdemes megemlíteni, elsősorban az alkohol és a nikotin.
ezek nagyon nagy problémát okoznak nem csak a társadalomnak, hanem az egészségügynek is. Nagyon megterhelik a társadalmunkat is, és ugyanúgy az egészségügyi ellátórendszert is. Az alkoholizmus kialakulásához szükséges mennyiség és a fogyasztás gyakorisága mindenkinél különbözik. Az alkoholizmus nem azt jelenti, hogy valaki sokat iszik, vagy keveset iszik, hanem az, hogy minden nap innia kell. Tehát, hogy egy ilyen rendszer van az életében, és hogyha nem tudja kielégíteni ezt a szenvedélyét, akkor elvonási tünetek jelennek. Tehát nem függ attól, hogy ki mennyit iszik. Természetesen azért, aki több alkoholt fogyaszt, az jobban hajlamosíthatja őt arra, hogy alkoholizmus betegség kialakulhat, de ez nem attól függ, hogy most, ha valaki csak egy sört iszik, az nem ugyanúgy lehet függő, az is, aki minden nap megissza azt egy felest, meg mondjuk egy sört, mint az, aki két-háromszor akkora mennyiséget iszik meg. Tehát nem elsősorban a mennyiség az, ami itt fontos, hanem az, hogy kialakul egy olyan függőség vagy dependencia a szer iránt, ami a megvonását rosszul éli meg a beteg. Ha már kialakult az alkoholtól való függőség, az kihat az illető életvitelére is. Nem fog tudni dolgozni, lemarad a munkájába, kimarad az iskolából, hogyha a fiatalokról beszélünk, mert sajnos fiatalokról is beszélünk kell az alkohol kapcsán is. És emiatt az egész családnak gondot okoz, lemarad a fejlődésben, és akár az egész élete egy másik pályára csúszhat. Az alkoholizmus kialakulását több tényező is befolyásolja. Az alkoholizmusnál van egyfajta genetikai háttér is, tehát ha a családban előfordult alkoholizmus betegség, akkor sokkal jobban oda kell figyelni az illetőnek saját magára vagy a hozzátartozóira is. De hogyha egy meleg szerető, odafigyelő családban nő fel az illető, akkor sokkal-sokkal kisebb a veszélye annak, hogy kialakul ez a betegség. Előfordulhat ilyen esetben is stressz hatása, hogyha valami tragédia éri az illetőt, ahogy az alkoholhoz vagy valamilyen más szerhez nyúl, de hogyha egy olyan támogató környezet van körülötte, akkor ezt el lehet kerülni. Az alkohol miatt megváltozhatnak az ember társas kapcsolatai, de hatással van a viselkedésére is. Ezen kívül különböző szervi problémák is kialakulhatnak. Azon kívül, hogy a társadalom szempontjából ez egy rossz és nehezebben tolerálható viselkedésmód, elveszti az önkontrollt maga felett az illető, akár ez a munkáját is elveszthet, és egyfajta anyagi, illetve létbizonytalanságba kerül, betegségeket is okoz. Ezek a betegségek elsősorban a májat, illetve a hasnyálmirigyet támadják meg, illetve ha húzamosabb ideig tart ez a dolog, akkor az idegrendszert és az agyat. Tehát a hasnyálmirigy gyulladás, a májzsugor, májcirrózis, vagy hétköznapi nyelven májzsugornak mondjuk ezt a betegséget, illetve különféle neurológia, tehát idegrendszeri elváltozások, ez a pszichiátriai betegségeken át az elbutulásig nagyon sok válfaja létezik ennek a dolognak, illetve az is, hogy a perifériás idegek is károsodnak, tehát mindenféle mozgászavarok is előfordulhatnak. Az Egészségügyi Világszervezet kutatásából megdöbbentő adatok kerültek ki a magyar fiatalokra nézve. Eszerint a 15 éves fiúk körülbelül 41%-a volt már részeg, ezzel hazánk első helyen végzett a vizsgát 36 ország között. Szerintem ez a legnagyobb probléma itt, akár Magyarországon, akár Püspökladányban. És nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk erre. Az alkohol 18 év felett legális, de ez nem azt jelenti, hogy mértéktelenül kell fogyasztani. Tehát mindig oda kell figyelni, és mindig csak mértékkel fogyasszunk. Hogyha pedig valakinek segítségre van szüksége, akkor akár a házi orvosához lehet fordulni, akár az ideggyógyászatra, de vannak olyan önsegítő csoportok, interneten rá lehet keresni, vannak anonim csoportok is, ahova fordulhatnak a betegek. Akiknél már kialakult az alkoholbetegség, a legtöbb esetben valamilyen kényszer hatására fordulnak orvoshoz, akár egy kialakult betegség, vagy munkahelyi, családi ráhatás miatt. A tünetek, szövődmények sokfélék lehetnek, ezért a kezelésnek is komplexnek kell lenni. Nagyon nehéz kigyógyulni az alkoholizmus betegségből. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy másik fajta függőséget kell adnunk a
az illetőnek egy olyan elfoglaltságot, egy olyan szenvedélyt, ami jótékony hatású az ő egészségére, az ő életére. Nagyon sokan a vallásban, a hitben találják meg ezt a fajta megnyugvást, nagyon sokan valami olyan hobbit tudnak találni, vagy más olyan elfoglaltságot, ami a helyére tud lépni ennek a dolognak. És itt érek vissza arra, hogy tulajdonképpen azért alakul ki ez a dolog, mert valamilyen hiány, szeretet hiány, odafigyelés hiány van az illetőnél, és emiatt alakul ki ez a szenvedélybetegség. A mai terápiás módszerekkel jó esély van a teljes gyógyulásra. A nemzetközi kutatások szerint az alkoholbetegek 8-39%-a nem esik vissza egy sikeres kezelés után. Most pedig Sáréti örökségünk című múltidéző műsorunk következik. Sorozatunk mai epizódjában a Bajomi vár legendájának nyomába eredünk. Tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket! Folytatjuk történelmi utazásunkat Sáréti örökségünk című műsorunk idővonalán. A középkori ladányt és szerepet követően most Bihar-Nagy-Bajomban járunk. A mai adásban a török korban elhíresült Bajomi végvár történetének nyomába eredünk. A várnak ma már sajnos gyakorlatilag semmi nyoma nincs a településen, az emlékeken túl azonban valami mégis megmaradt belőle, méghozzá pontosan itt az eredeti helyén, a templomkertben. A bajomi vár feltehetőleg a 14. század elején épült, egy híres család a Sáréti térség főbirtokosainak ősi fészke kúriája köré. A hatalmas egykori erőd ma szent helyként funkcionál, itt áll a város református temploma. Itt találkozom állandó szakmai segítőmmel, Fúrián Péter helytörténeti kutatóval, aki ezúttal is kalauzol minket a történelem olykor homályos emlékein keresztül. A kapun túl az épület előtt csendes, idilli, rózsákkal és hatalmas fenyőkkel gazdagított kertlátványa tárul elénk, több helyen is emlékeztetve a látogatót a hely törökkori meghatározó szerepére. A hangulatos kertben sétálva Petivel az egykor itt élő nemesekről beszélgetünk, akik valaha ugyanezeken a helyeken járhattak. Peti, kiknek a nevéhez köthető a bajomi vár építése? Kik éltek itt, és körülbelül mikor datálható magának a várnak a létrejötte? 13. században telepszik le a térségre, a Sáréti térségre az a Sárvány-Gecse nemzetség, amely a Zobád nemzetségnek a testvér nemzetsége. A Zobádok azt tudjuk, hogy szerepet uralták, olyan középkor elején szerep volt a Sárét főhelye, később azonban Bajom lesz a Sárét főhelye, vagy főváros, vagy nevezhetnénk így is. A Sárvány-Gecse nemzetségből kettő nagy család származik, az egyik a Borsi család, ők Bors helységről kapták a nevüket, a másik meg a Bajoni család, ők viszont Bajon helységről kapták a nevüket. A középkor folyamán nem Bajomnak írták, hanem Bajon ennél a végén, tehát a család is Bajoni, nem Bajomi család, hanem Bajoni család. És a Bajoni család az igazából egy híres család volt a magyar történelemben, bár korán kihaltak, de a középkor folyamán sok híres születet adtak a térségnek és a magyar történelmeknek is. A 14. század elején felépült vár a korabeli iratokban castrumként szerepel, tehát erődként jellemzik. Azt, hogy hogyan is nézett ki a vár, ezen az illusztrált rajzon mutatjuk. A vár közepén helyezkedett el a családi kúria, az úgynevezett nagyház, a belső kőből épült várkastély, itt áll ma a templom. Mellette magasodott a kőtorony, mely remek rálátást biztosított az őrség számára a környező mocsarakra. A lakóépület a torony és a puskaporos raktár, ez volt az úgynevezett középső vagy belső vár, falát mészhabarcsból építették, amit földbeásott vastag töltgerendákkal tartott vesszőfonat közé öntöttek. A sarkokon álló bástyák téglából és mészhabarcsból vegyesen épülhettek. A várban pezsgő élet folyt, a piacon rengeteg ember sétált, a kovácsok üllőinek ütemes zaja betöltötte a várat, a falakon katonák strázsáltak. A belső és majdan a külső vár falazatát tapasztották és meszelték, hogy jobban bírja az idő viszontagságait. A külső várfalak csak később épültek hozzá a várhoz. A belső várkastélyt építtető család több tagja is jelentős befolyással bírt az adott korban. Az első okleves említése 1272-ben Bajoni Pál
ő az első, aki a család ősének tekinthető. Neki volt a fia Bajoni Hektor, utána később Bajoni Demeterről szólnak oklevelek, ő Salgói várnagy, Salgóvárának a várnagya. Majd utána igazából több híres Bajoni van, valamikor ismétlődnek a nevek is. És tudunk egyet, aki Bajoni László, ő perel a nagyvárdi püspökkel, Bajom, Ladány és Görbej birtokaiért. Ő ezért híres számunkra. Következő híres Bajoni, az Bajoni István. Róla azt kell tudni, hogy Hunyadi János, a törökverő Hunyadi János, legvitézebb fegyvertársa volt, együtt harcoltak a török ellen, tehát igazából a történelmek a része. Az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés is érintette a várat. Dózsa György lázadó keresztesei elfoglalták, majd kirabolták a várat, végül felégették. A Bajoni család iratait is ekkor semmisítették meg. A felkelést országosan leverték a nemesek, köztük a bajoniak is. Utána Bajoni Benedek erősítette meg újból a várat. Volt még Bajoni Benedek és neki a fiai. Ők viszont Verbőcinek voltak a bizalmasai. Azt tudni kell, hogy volt egy határper püspökladánynál, ahol perlekedett Karcag, Nádudvar és püspökladány, Szent Ágot a pusztáért, és ott nem kisebb személy jött le, mint Verbőci, a királyt küldte le Verbőcit, aki ugye vár tudjuk a hármas könyv szerzője, és valószínűleg Bajoni, az egyik Bajoni hívta el, mivel a bizalmasa volt, és ő volt a döntőbíró a határperben. Tehát akkor lehet mondani, hogy befolyásos emberek éltek. Befolyásos itt. Család volt, igen. Nagyon sok vagyonuk volt, rengeteg vagyont szereztek, ezért perlekednek, rengeteg oklevél arról szól, hogy ők a váradi kanonokkal állandóan perben állnak. Birtokokat szereznek, egészen Derecske, Szobát, ilyen helyeket is megszereznek maguknak igazából, de nem volt nagy család, de vagyonilag egy főúri családdal felértek. És a befolyásuk is felért addig. Volt még az egyik bajoni például, az Szapolyai János még nem tartozkodott az országba, a budai várat rábízta. Tehát a budai várnagy volt az egyik bajoni például. És a legutolsó és talán a leghíresebb bajoni, akivel ki is hal a család, ő is Bajoni János volt. 1566-ban Szigetván esett el, Zrínyi Miklós oldalán küzdve. Igazából a sors fintora, hogy ez a vár, vagy amit volt vár, ez egy mocsári vár volt, és ő egy másik mocsári várban halt meg, a Szigetvárnál tudjuk, az is vízzel volt körülvéve. Bajoni János 1566-ban tehát Zrínyi oldalán harcolt a törökök ellen, s részt vett a kitörésben is, több bajomi és feltehetőleg ladányi vitézével együtt. Erről egyébként egy fából készült szoborkompozíció is megemlékezik a templom előtt. Mielőtt azonban Bajoni útnak indult volna Szigetvárra, végrendelkezett az uradalom és ingóságai felől, így a Bajoni várról is. Mivel nem volt örököse, ezért egész vagyonát testvérére, Bajoni Zsófiára hagyta. A császár fiúsította is Bajoni Zsófiát, be is iktatták az összes birtokaiba, de ez ténylegesen nem történt meg. De ez már igazából a Bajoni várnak a második korszaka, ugyebár két korszak lehetne ezt igazából osztani. Volt a bajoniak korszaka, és utána volt a hajdu korszak. De ez már átnyúlik a hajdu korszakba, és gyakorlatilag Bajoni Zsófia a kapocsa két korszak között. Képzeletben tovább lapozva a történelem már megsárgult lapjait, folytatjuk barangolásunkat a templomkertben, majd egy mellszobornál beszélgettünk tovább, mely Hajdú Nagy András generálisnak állít emléket. Az ő nevéhez fűződik a később kiépült úgynevezett bajomi végvár fénykora. Magát a várat elődje Csukat Péter erősítette meg, aki 1595-ig az épület várnagyaként szerepelt. A vár életében a második korszak, az úgynevezett hajdu korszak, ez János Zsigmond nevéhez fűződik, vele kezdődik, hogy János Zsigmond elfoglalta a várat, amiben ugye Bajoni Zsófia még itt lakott, elfoglalta a várat és egy megbízható emberét tette ide, Csukat Pétert. És ez a Csukat Péter volt a várnagy, igazából tulajdonosan nem ez Zsófia, csak itt lakott benne, de gyakorlatilag semmi joga nem volt már semmihez, de a várnagy maga az Csukat Péter volt. És Csukat Péter erősítette meg a várat, magát azt a várkastélyt, meg kierősítette, több várat épített mellé, öt ilyen vár volt igazából, és ekkor épül ki maga a végvár. A vár ekkortól válik igazi erődítményé. Körbe felépül a külső várfal, melyet már földből építettek.
A Föld ugyanis képes volt felfogni és elnyelni az ágyúgolyókat többszöri támadás után is, míg a kőfal előbb-utóbb megadta volna magát a betolakodó külső erők nyomásának. Ennek a speciálisan magyar technikának a francia hadmérnökök is csodájára jártak, a magyaroktól tanultak földfalat építeni. A várfalakat földből készült bástyák és kapuk tagolták, mindezek mellett egy másik, védelmi szempontból szintén kulcsfontosságú lépést tett az akkori várnagy. Olyat csinált még Csukat Péter, hogy a település határában elfolyt Berettyó folyót bevezette. Egy árkot ásatott, és így igazából a mocsárvilág szépen körbevette a várat. Erre miért volt szükség? Ez miért volt praktikus? Hát a víz az passzív védelmi eszköz, és a török nehezen tudott rajta átjönni, sőt, tehát gyakorlatilag lehetetlen volt. Ezért voltak olyan dolgok, hogy a messziről lövették a várat, nem tudtak közelebb jönni hozzá, tehát az ágyukat messze tudták eltenni. Különböző halmokra voltak kitelve, török halomra, akasztóhalomra, és onnan lövették be fel a várat. És az a Berettyó folyót, hogy bevezett, a mai napig ezt az árkot is, még mai napig is Csukat árkának nevezik. A következő, Csukat Péter utána meghal, és a következő híres várnagy, a szobron látható Hajdú Nagy András, vagy Miskolci Nagy András generális, hozzáfűződnek ennek a végvárnak igazából a fénykora hozzáfűződik. Hajdú Nagyról tudni kell, hogy nagyon erős ember volt, Bocskainak volt a nevezhetjük barátjának, Bocskainak, és ő volt az ember, aki elsőként felemelte a zászlót és Bocskai mellé szegődött, gyakorlatilag a Bocskai felkelés hozzá köthető. Tehát igazából ez egy hajdúváros volt, később egy hajdú település volt, és ők telepítették le a szabad hajdukat ide. És akkor épül ki a vár olyan nagyon nagyra, amikor a külső oltalmazó várak mellé megépülnek ezek a hajdú tizedek szépen. És az gyakorlatilag kirajzolódik a mai Bihar Nagybajomnak az egész félköríves vonala a határban, vagy a határában, és akkor ilyen hajdú tizedek jönnek létre. Ott települnek le ezek a hajdú katonák, családjukkal együtt, és azt a részt már csak egy ilyen erős palánkkal vették körül, és a bejárókon, az utakon, utak bejáratán viszont ilyen sorompókat, őrséggel ellátott sorompókat használtak. És igazából ekkor éli a fénykorát, kiépül az úgynevezett Magyar Vár, ezt nevezik Magyar Várnak. Körülbelül hol járunk időbe? Hát az 1600-as évek eleje gyakorlatilag. És a Hajdú Nagy Andrásra feljegyezték olyan dolgokat, hogy amikor a török lövette az akasztóhalomról, a török halomról lövette a várat ágyukkal, ő fennállt a várfalon, és kivont kardjával táncolt, ilyen járt a hajdú táncot. És az erejéről pedig az a legenda maradt meg, hogy annyira erős volt, hogy a hatalmas várkaput a vállára vette, és így le tudta emelni a sarkáról. Már persze ezek csak gondolom csak legendák, nem hiszem, hogy ezek megtörténtek volna. De Hajdú Nagy gyakorlatilag olyan volt, mint Túri György a Dunántúlon, vagy az ország területén, ilyen egy hatalmas törökverő volt, ő meg a Tiszántúl nagy törökverője volt, Hajdú Nagy András generális. Hajdú Nagy András 1613-as halálát követően Báthori Gábor fejedelem tábornoka, Lónyai Farkas lett a várkapitány. 3 évvel később viszont már ismét új tulajdonosa volt a zordidőket megélt erődítménynek. Ezt követően ki volt a vár utolsó tulajdonosa? Petneházi István és a felesége, Király Anna, nekik hozzájuk köthető a vár. Az 1600-as évek vége, tehát Lónyai Farkas után ők a birtokosai várnak. Annyit tudunk, hogy 1633-ban még Petneházi itt lakik a várban, és később viszont nem bízott a vár erősségében, gondolom a török harcok alapján megsérült a vár, a mocsári vár megsérült, és ezért elköltözött Erdélybe. Ennyit tudunk róla, hogy a birtokaira eltávozott, és itt feladta a várat. Utána még a várról szólnak okiratok igazából, de azt úgy kell elképzelni, hogy nem magáról a várról, hanem egy templom erődről szólnak az okiratok, ugyanis ez a Király Anna építetett itt mögöttem lévő területre egy ilyen kőből, sárból, nem tudjuk miből épült kis templomocskát, mert nem volt hajlandó kijárni a váron kívül lévő templomba, ugyanis azt tudjuk, hogy a váron kívül volt a templom, Szent András tiszteletén épített kőegyház, így szólnak róla az okiratok. Te viszont ott, azon a részen, az a mai Kisbajomnak a nevezett területen, ott kuriális nemesek laktak. Na most azt tudjuk, hogy a bajoni család is nemes volt, és ezek így veszekedtek egymással, a Kisbajom és Nagybajom. És így is említik az okiratok a korabeli, tehát még a középkor folyamán, a jövő okiratok, hogy kettő bajom településről szólnak. Nagybajom a tulajdonképpeni vár,
Kisbajon viszont a nemesek által lakott rész. És ugye a templom ott van, de valamiért az a Petneháziné nem járt ki abba a templomba, és épített magának ide bent egy kis templomocskát. És utána, amikor az a török időkben a vár megrongálódott, akkor ezt a kis templomerődről szólnak csak az okiratok. Gondolom megerősítették a kis templomot, kővel, kőfala vették körül, és ide húzódnak be a tetétleni, ladányi, szobáti, a környékbeli sájtudvariból, a környékbeli szolgáló népek ide tudnak behúzódni a török időkben ebbe a templomerődbe, de igazából már nem a várról szólnak az okiratok. Uh-huh. Miután úgymond gazdátlanná vált véglegesen a vár, mennyi idővel ezt követően, vagy pontosan mikor pusztult el? Igazából a Szejdi járás következtében bevették a várt a törökök, és egy ideig török őrség is lakott a várban. Ezt is tudjuk, és valószínűleg a törökök rombolták le olyan annyira, hogy egyszerűen nem lehetett használni, mint várat. Tehát nem volt már erőd, nem volt meg az erődi jellege, és ezért lepusztult a vár. De később magát az egész földvárrendszert, amit végül elpusztult, az második József idejében jött egy törvény, hogy le kell rombolni az olyan várakat, amelyeket nem használják. És igazából akkor kezdett el véglegesen elpusztulni. Az erősen megrongálódott vár megsemmisülése a 18. századra, körülbelül 1750-re datálható. Később a romokat elhordták utcák és udvarok feltöltésére. A mai templomot 1753-ban építették fel. Érdekesség, és itt kanyarodunk vissza a műsorunk elejére, hogy mi is az, ami az egykori várból mai napig megmaradt az utókor számára. Annyit tudunk, hogy a belső várkastély tégláiból építették fel ezt magát a templomot. Valószínűleg gyakorlatilag itt állhatott maga a várkastély téglából. Azt is tudjuk, hogy a pince is téglából volt kiépítve, a torony is, és akkor szépen ebből épült fel a mai templom 1753-ban. Tehát akkor gyakorlatilag még mai napig is ez az emlék megmaradt, ez a kézzelfogható gyakorlatilag, valami maradt meg a várból. Igen, maga a templom, igen, a templom maga a vár helyén van, a belső vár helyén, gyakorlatilag igen, ez a templom maga a várból, fogalmazhatunk így is, igen. Biharnagybajomi látogatásunk a déli harangszóval zárul, mely az 1456-os nándorfehérvári diadal óta hazánkra, az ország jövőjéért való imádságra emlékeztet bennünket. A bajomi vár örökségei utáni kutatásunk egészét tekintve azonban ezzel még nem ért véget. A várnak egykor helyet nyújtó mai templomkert kapui bezárulnak mögöttünk, mi pedig elindulunk vissza Püspökladányba, azon belül is a Karacs Ferenc Múzeumba, ahol több leletet is őriznek az egykori bajomi vár kapcsán. A múzeumba érkezve elsőként a leltárkönyvet lapozzuk fel, melyben minden tárgyat sorszámmal ellátva rögzítettek. Ezek között találhatóak az általunk keresett tárgyi emlékek is. Mióta vannak ezek a leletek a Karacs Ferenc Múzeum tulajdonában? A leltárkönyvünk szerint 1981 óta. És mik ezek pontosan? Hát azok a bajomi vár területéről 15. és 16. század ilyen fegyver és tárgyleletek. Nézzük. Hát ez a legérdekesebb, ez egy puskacső, amit valahol a vár környékén találták. Acélból van, restaurálva is van, tehát színezett, vagy festett, le van kezelve. Ez egy harci bárt, ez az érdekesség, hogy itt el is van törve, vége, törött a nyíljuknál. Hát ezzel egy pár ember biztos elpüföltek. Van még egy, hát ezt igazából nem tudom megmondani, hogy mi ez, vagy egy kőműves kalapács, vagy szerszám, vagy valami, ez akár lehet egyfajta fokos, egy ilyen fanyérre, egy tölgyfanyérre erősített fokos, ami egy harci fejszínek is el lehetne. Akár az is lehet. Ez pedig egy kis sarkantyú, egy csizma sarkantyú. Csizmának a végén volt rajta. A bőrcsizmának a végén erősítették a lovat. A lovagló csizmának a végén volt a sarkán. Hát igazából ennyi, ami megmaradt a bajomi vár területéről. Annyit tudunk, hogy egy régészeti ásatás nem történt. Ez is azt hiszem, hogy az iskola építésekor kerültek napvilágra ezek a leletek, és behozták ide hozzánk a múzeumba, mi őrizzük. Azt lehet tudni egyébként, hogy ezeket egy területen találták, vagy szétszóródva egymástól? Igazából nem tudjuk.
konkrétan. De valószínűleg egy helyről jöhettek. Szerintem egy helyről jöhettek, mert az iskolát, amikor építették, akkor gondolom az alapásáskor fordultak ki a földből, szerintünk. Hát ennyi lett volna mára a Bajomi Vár története. Köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A sminkelés minden hölgy számára napi rutin feladatnak számít. Ugyanakkor ez az, ahol mindig tanulhatunk valami újat. Most következő riportunkban kozmetikus segítségével mutatjuk be, hogyan kell megfelelően használni az úgynevezett highlightereket, amelyek az arc különböző pontjainak kiemelésére alkalmasak. Tartsanak velünk! Üdvözlöm a kedves nézőinket! Hölgyeim, a mindennapi sminkelési gyakorlatuk során alkalmazzák a kontúrozást? Higgyék el, fontos lehet, hiszen az arc árnyékolása és kiemelése által érhetik el a kívánt ovális arcformát, amit úgy érhetnek el, hogy a kiemelni kívánt részekre világosabb színt, vagyis úgynevezett highlightert visznek fel, azokra a részekre, amit háttérbe akarnak szorítani, oda pedig sötétebb színt. Abban, hogy közösen megtanuljuk a highlighterek használatát, Karas Barbara kozmetikus lesz a segítségünkre. Edinának ma egy ősziminket fogok készíteni, amin bemutatom a végén a highlighterek használatát. Első körben letisztítjuk az arcot. Aztán felrakunk egy smink alapot. Ezen majd jobban elosztik az alapozó az arcán. Aztán választunk a bőrének megfelelő alapozót. És ugye sokan csak alapozni szoktak, de miért fontos, hogy kontúrozzanak is? Azért, mert mindig törekszünk az ovális arcra, az arcformára, és a sötéttel vékonyíthatjuk az arcot, elpalástolhatjuk, amit nem szeretünk, a világosabb pedig kiemelhetjük, és mindjárt megmutatom, hogy hová rakjuk a sötétet és a világos színeket. Hát nagyon egyszerű módja van ennek, hogy könnyen megtanulják a fiatalok. Olyan, mintha rajzolnénk az arcra egy hármast a sötét színnel. Ezt tényleg egyszerű megjegyezni. Igen. A világosakat, az az orr, a száj, a szem alatti részekre, a homlokra, az orr melletti ráncocskára tesszük fel, és utána szépen vagy kézzel, vagy egy szivacsal eldolgozzuk. Az orr két oldalára is húzhatjuk a sötétebb részt, így a szemöldöktől idáig. Ilyenkor vékonyítjuk az orrat. Ha akarunk még az arccsonton kiemelni, akkor nyugodtan rakhatunk még belőle. És egyébként a szemhéjfestékekben, rúzsokban, mik az őszi trendek, miket ajánlasz? A barnás, a bézs, és igazából ezeket a nude színeket. Nagyon divatok a matt rúzsok, és jó tartósak is. Úgyhogy nagyon szépek, és szerintem ma neked is egy ilyet fogunk elkészíteni. Okay. És ugye a szemhéjfestékekben is visszaköszön a highlighternek a csillogása. Ezt is ajánlod hétköznapokra? Hát a nagyon fényes, csillogó highlighter szemhéjfestékeket annyira hétköznapra nem, de viszont a szemöldök alá egy picit lehet tenni, vagy a szemsarokba, mert az úgy igazán szép. De teljesen ilyen nagyon fényeset hétköznapra nem, inkább alkalmakra, akár esküvő, karácsonyi buli, szilveszteri buli, ilyenekre.
Most a Dinának raktunk egy szemhéj alapot, ami egy nagyon-nagyon kicsit fényes, és majd ezen fogom eldolgozni az őszi színeket, az árnyékolást a szemhéjon is. És a virágosabb bőrűeknek, mint én, vagy esetleg a sötétebb bőrűeknek is ugyanezeket a színeket ajánlom? Igen, vannak árnyalatok, amik jobban illenek a világos bőrhöz, vagy ugyanúgy a sötétebb bőrhöz. A sötétebb bőrre igazából mehet egy sötétebb, de ugyanezekből a barnás, arany, nude színekből, mert ezek lesznek most az ősz trendjei. Most meghúzok az alsó túlsvonalat is, vagyis hát igazából csak a szempillát itt egy picit. Edinának felrakunk egy matrúst, ami, ha megszárad, egész nap tartós lesz. Akkor most jönnek majd a highlighterek. És milyen fajtái vannak egyébként? Hú, rengeteg fajtában megtalálható. A ceruzától kezdve a folyékony, púder, szemhéjfesték, stiftek, primerek, rengeteg, mindenben a csillogást keressük egy ideje. És mindjárt bemutatom, hogy hová használhatjuk őket az arcodon. És rengeteg színű van a kékes lilástól, a bézs, óarany, rose gold, melyik milyen fényben csillog, tele vannak pigmentekkel, és nagyon-nagyon ilyen bársonyos csillogást adnak, szóval nagyon pici és apró finom szemcséűek a highlighterek. Ebből a sok változatból, amit mondtál, igen, hogy folyékony vagy ceruza, mit ajánlasz használni? Mindenki más változatot használ, igazából akinek melyik válik be, melyikben találja meg azt a színt, ami neki tetszik, vagy azt a csillogást, ami neki tetszik, és jól áll az arcán. Én tenni fogok az arcodra a púder alapút, de bemutatom majd a kezemen a folyékony állagút is, hogy milyen hatást érhetünk el vele, meg hogy hogyan vigyük föl, mert ezek a folyékonyak nagyon-nagyon sok pigmentet tartalmaznak, és igazából óvatosan kell felvenni, mert tényleg nagyon fényes lesz tőle az arc. Használhatja bárki alkalmakra inkább, vagy akár egy nappal is minket feldobhatunk az esti bulira, egy kis highlighterrel, és már teljesen jó is. De akinek nagyon zsíros az arcbőre, vagy idősebbek, vagy mély ráncai vannak, azoknak nem ajánljuk, mert meggyűlik, megáll a ráncokban, és az nem olyan szép. De amúgy a fiatalok nagyon szeretik, és használják is. Akkor kezdünk egy ilyen kicsit világosabb, ezüstös, rózos beütésű highlighterre, amit a szemöldök csont alá nyugodtan föl lehet vinni. Az orrcsontra végig. Majd ezt szépen eldolgozzuk. A száj fölé nagyon szépen kiemeli a szájat. Az arccsontra. A homlok közepére. És egy sötétebbel pedig árnyékolunk, de ez is fényes, úgyhogy ez is fényleni fog.
És egyébként a highlightert, azt szabad beletenni az alapozóba? Szokták beletenni a folyékonyt, igen, és azt még nem is mutattam, úgyhogy közben azt meg is mutatom. Szokták belekeverni, viszont vannak olyan hidratáló krémek, amik ilyen folyékony állagúak, és a smink alá azt teszik föl, és már alapból ad az arcnak egy csillogást. Ezt most nem tettük az arcodra, mert ez inkább egy barnább bőrű hölgynek, akinek szerintem úgy jobban állna, neked inkább egy világosabbat tettünk, ez egészen sötét, de vannak olyan alapozók, amik bele lehet, vagyis hát az alapozóból bele lehet tenni, de nem feltétlen fontos szerintem, mert a végén már nagyon fogunk csillogni. Akkor elkészültünk, és akkor kérlek, nézd meg magad, hogy milyen lett a csillogás. Gyönyörű. Gyönyörű lett. Valóban csillogsz.